Itt a Nyíregyházi Állatparkban számos fejlesztés valósult meg Európai Uniós források bevonásával. 650 millió forintból épült meg a legutolsó beruházás, a Viktória ház, ahol 2000 négyzetméteren elsősorban az Amazonas állatvilágát tekinthetik meg a látogatók. A fejlesztések azonban itt nem érnek véget a Nyíregyházi Állatparkban. Tele vagyunk ötletekkel, úgyhogy semmi más nem hiányzik, csak a pénz. Igyekszünk mindig pályázni. Nem sokára átadjuk néhány hónap múlva az Andok Világa projektet, ami egy különleges ösvény lesz, ami a kalandpark és az állatkert egyvelege, ilyet még nem nagyon látni sehol. És hát vannak nagy terveink, amik előkészülés alatt vannak. Több milliárdos projektet tervezünk. A további elképzelések megvalósítására is lehetőséget adhatnak a 2014-től 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásai. Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár az állatparkban tartott tájékoztatóján elmondta, amíg az előző 7 éves költségvetési időszakban 660 ezer forint jutott egy főre az Európai Uniós támogatásokból, addig a következő 7 évben ez az összeg 712 ezer forint lesz. A források 60%-a gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fog koncentrálódni, ez a kormány kifejezett szándéka volt, és elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlesztésére fogunk koncentrálni. Az első ezzel kapcsolatos pályázati felhívások már április végén, május elején fognak megjelenni. Az uniós fejlesztések nyílt napján az állatparkot 50%-os kedvezménnyel látogathatták az érdeklődők, majd egész nap szórakoztató programokon vehettek részt, valamint szakembereknek tehették fel az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseiket.